Itt a Béri Balogh Ádám utcában történt a verekedés 2019. júniusában Szekszárdon. A két férfi együtt italozott és dohányzott az egyik vendéglátó hely előtti padon. Azon vesztek össze, hogy a 62 éves hajléktalan ember zsebre tette a vádlott cigarettáját és öngyújtóját. Az addigra erősen ittas férfi kiabálni kezdett, majd a dohány visszaszerzése érdekében megütötte, fejbe rúgta a sértettet. Ezt követően a férfi elvesztette az eszméletét, ám a vádlott tovább bántotta a földre zuhant, maga tehetetlen embert. A vádlott egy idő után abba hagyta a verést, és visszavette a dolgait a földön fekvő férfitól, majd elhagyta a helyszínt. A sértett életveszélyes állapotba került. Ha nem műtik meg azonnal, akár meg is halhatott volna. A szekszárdi törvényszék a visszaeső bűnözőt elítélte. A szekszárdi törvényszék bűnösnek mondta ki a vádlottat, mint visszaesőt, életveszélyt okozó testi sértés bűntettében és önbíráskodás bűntettében. Ezért a bíróság a vádlottat 4 év végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte, valamint elrendelte egy vele szemben korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is. Az agresszív férfit összesen 6 év börtönre ítélte a szekszárdi törvényszék. A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte az elkövetési módot, azaz, hogy egy brutalitás jellemezte ezt az elkövetést, illetve garázda jellegű cselekmény volt, hiszen fényes nappal a nyílt utcán történt a bűncselekmény. Azonban enyhítő körülmény a sértett személyiség zavara, a beismerő vallomása, a megbánó magatartása és a jelentős időmúlás is. Az ítélet nem jogerős, a felek 3 nap gondolkodási időt kértek.